A nyírbátori beruházása a Diehl Erkebinnek egy 3,7 milliárd forintos beruházás. Ezen 3,7 milliárd forintos beruházással új épületeket épít a nyírbátori telephelyén, a Diehl Erkebin új gépeket szerez be, 230 új munkahelyet hoz létre, és ehhez a magyar kormány 1,38 milliárd forintos támogatást biztosít. Ezek a legfontosabb részletei a nyírbátori repülőgép alkatrészgyártó Diehl Erkebin Hungary Kft. Fejlesztésének, amelyet péntek délelőtt a külgazdasági és külügyminiszter jelentett be Budapesten. Szijjártó Péter hozzátette, a légiutasok száma 5,4%-kal nőtt világszerte, emiatt egyre növekszik az igény a repülőgépek gyártására. Ebben az ágazatban pedig a Diehl Aerosystem világszerte is kiemelkedő jelentőségű. A nyírbátori gyárban jelenleg 524-en dolgoznak. A megfelelő humán erőforrás mellett a kormány is számos kedvezmény nyújt a vállalkozások számára. Mi biztosítjuk Európában a legalacsonyabb társasági adót, mi biztosítjuk Európában a legalacsonyabb személyi jövedelemadót, folyamatosan csökkentjük a munkára rakódó adóterheket, és közben pedig kutatásfejlesztéshez kapcsolódó adókedvezményeket vezettünk be, és széles körben elérhető, technológiai fejlesztéseket honoráló költségvetési támogatási rendszert léptettünk életbe a beruházások ösztönzése érdekében. A Diehl Aerosystem családi vállalkozásként 1902-ben indult, ma már a legmodernebb technológiával gyártanak repülőgép alkatrészeket, főleg az Airbusnak. Magyarországi gyáregységük fontos szerepet tölt be a cég működésében. It is now more than 6 years than as we created our subsidiary. Már több mint 6 éve működik a gyáregységünk Nyírbátorban, és az elmúlt években nagyon fontos részévé vált a Diehl Aerosystemsnek. Az anyaországon, azaz Németországon kívül először itt indult el a termelés. 2011-ben alig pár munkatársal kezdtük el a működésünket, most azonban már több mint 500-an dolgoznak a nyírbátori gyárban. A térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, 2014 óta Nyírbátorban és környékén összesen 17,5 milliárd forint értékű fejlesztések valósultak meg. Simon Miklós azt is hozzátette, a településen jelenleg több állami finanszírozású beruházás van folyamatban. Nyírbátorban jelenleg 4 program fut, ami 3,5 milliárd értékű állami támogatással párosul. Ez a Bátor István gimnázium felújítása, az M3-as Nyírbátor összekötő út felújítása, a Rosenberger cég üzemegységének az építkezése és egy új járási hivatal létrehozása. Ezen kívül dolgozunk egy 5. programon, egy 5. milliárdos nagyságrendű programon Nyírbátorban, ami a Bátor István múzeum felújítását jelenti. A fejlesztéseknek köszönhetően a nyírbátori gyáregységben már több mint 750-en dolgoznak majd a jövőben, ahol európai munkakörnyezetet és bérezést biztosítanak az alkalmazottaknak.